A felkészülés második hetében második edzőmeccsét játszott a Nyíregyháza Spartakusz. A Városi Stadion műfüves pályáján az új szerzemények közül a nézők láthatták a két kapust, Fagyas Tamást és Ásványi Balást, valamint Patvaros Zsoltot és Forgács Dávidot, hiányzott viszont a sérüléssel bajlódó Györgyi Artúr. A szlovák másodosztályban szereplő Kassa elleni mérkőzésen nem született gól. Lengyel Roland vezetőedző elégedett az eddig tapasztaltakkal. Eleve nem jöttek nullára vissza a játékosok, kaptak egyéni programokat, tehát egész jó állapotba tértek vissza a játékosok. Fontos másik szempont, hogy kevés sérültünk legyen. Ugye a Györgyi Artúr a második edzésen megsérült, reméljük, hogy nem komoly, majd a héten derül ki igazából a diagnózis. A pontos diagnózis a Fodor Feri tavalyi évről hozott magával egy sérülést. Ő már rendben van, csatlakozott hétfőn a csapathoz, a mai mérkőzése már pályára is tud lépni, és a Kártik Bálint kicsit a derekát érzi, remélhetőleg, hogy ennél több sérültünk nem lesz. Csütörtök délelőtt egy konditermi edzés szerepelt a csapat programjában, aztán 26 játékos és a 8 fős szakmai stáb elindult a törökországi edzőtáborba. Győrben alszunk, majd pénteken tovább indulunk Bécsbe, onnan indul a gép, és szombaton szerepel két edzés a programban, vasárnap délelőtt edzünk, és már délután pályára is lépünk. Ott 45 perceket fognak még a játékosok pályán tölteni. Szerdán lesz egy mérkőzésünk, ott már 60-30-akat fognak játszani a játékosok, és akkor a végén az utolsó nap van még két mérkőzésünk, ott meg 90 percet töltenek majd a játékosok pályán. Jó ellenfeleket próbáltunk szerezni, bolgár, lengyel és orosz ellenfeink lesznek. A tavaszi szezon február 2-án rajtol az NB2-ben, a 7. helyen álló Nyíregyháza Spartakusz a nyitófordulóban a 10. soroksát fogadja.